A Kajakvárban tartott érdekfeszítő előadást a Magyarok a világ 8000-esein expedíció sorozat vezetője Kollár Lajos. A szép számú közönség lélegzett visszafolytva hallgatta az élménybeszámolót. 20 éve alakult a Magyarok a világ 8000-esein expedíciós sorozat, és 10 éve lett befejezve. Tehát ez a kettős célja van, és most egy átfogó filmet fogok bemutatni itt, ami mind a 12 expedícióink eredményét, csalódásait és egyéb viszontagságait mutatják be. A sok pozitív élmény mellett sajnos tragikus történeteket is tartalmazott az élménybeszámoló. A legfőbb jelentőségű, amit most kiemelnék, az a 2013-as Kanchenjunga expedíció, ugyanis az egy csúcsmászással ugyan, de egy tragédiával végződött. Kis Peti és Erős Zsolt ezen az expedíción hagyott el bennünket a szó legszorosabb értelmében. Kollár Lajos kérésünkre a hegymászósport és az előadás sorozat legfontosabb mondani valóját is megfogalmazta, mely szerint soha semmit nem szabad feladni és abbahagyni, a legfontosabb, hogy mindig folytassuk és végezzük el a megkezdett munkát.